Itt vannak az abroncsok betárolva, ezek már átszereltek, ezek téli abroncsok, de mindegyik ugyanilyen címkével van ellátva, ami rajta van az autónak a rendszáma, rajta van, hogy ki a tulajdonosa, és egy vonalkód, ami alapján beazonosítható. Az úgynevezett gumihotelt mutatja be az egyik nyíregyházi gumiabroncs szervíz munkatársa. Azok az ügyfelek hagyhatják itt járművük abroncsait, akik az átszerelést követően biztonságos, szakszerű helyen szeretnék tárolni azokat a használaton kívüli időszakban. Egyre inkább téli gumikkal telik meg ez a hely, miután április első hetétől aktuálissá válik a nyárira váltás. Bár az elmúlt napokban hideg, nyírkos időjárás nehezítette a közlekedést az utakon, előtte már beköszöntött a tavasz, így egyre többen cserélik le a téli szezonra alkalmas abroncsokat. Ugye a flottásoknál már március közepén beindul a szezon, ugye az jobban tervezhető. A magánügyfelek általában kivárnak. Náluk inkább április első hete, vagy inkább a közepétől jelentkezik az igény a gumicserére. Ezzel nekünk az az előnyünk, hogy jobban tervezhetőek a kapacitásaink, tehát a flottásokat inkább a március közepétől április közepe végéig szereljük, és a magánügyfelek ezután érkeznek. A tulajdonosnak ilyenkor nem kell sokáig nélkülöznie a járművét, egy személy autó gumi abroncsainak átszerelése ugyanis alig egy órát vesz igénybe. A téli gumik leváltását egyébként nem csak amiatt nem érdemes későre halasztani vagy kihagyni, mert a meleg aszfalt hatványozottan koptatja a futófelületet. A lágyabb szerkezetű és barázdáltabb téli abroncsok balesetveszélyesebbek is a meleg hónapokban. A nyári abroncsok a nyári közlekedési körülmények közére vannak tervezve, illetve optimalizálva, és a gyártók is ezt ajánlják, hogy nyári körülmények között mindenképpen használjuk ezt. Ugye egyrészt a biztonságtechnikai kérdés, a téli abroncsoknak a fékútja a nyári körülmények között megnő, ugye nagyobb a tapadás, kisebb a tapadás, és ezáltal nő a fékút, és ugye ilyenkor a centik is számítanak, nem mindegy, hogy egy centiméterrel hamarabb állunk meg, vagy később, nyilván ez fokozottan érdekes mondjuk nagyobb sebességű közlekedésnél. Aki cserére szánja el magát, mindenképpen vizsgáltassa be nyári gumiait. Biztonságosan ugyanis csak a legalább 3 mm-es profil mélységgel rendelkező abroncsok használhatóak. Élettartamuk egyébként több tényezőtől függ. A szakemberek azonban azt javasolják, ideális igénybevétel esetén 4 évente mind a téli, mind a nyári gumikat érdemes újakra váltani.